2022. április 24-én a rendőrség napja alkalmából az országos rendőrfőkapitány soron kívül nyugállományú őrnaggyá léptette elő Várhegyi Géza bácsit. Tisztelettel gratulálok ez a ranghoz. Köszönöm szépen. Mikor kezdte rendőri pályafutását? 1970-ben kezdtem Budapesten a 10. kerületi rendőrkapitányságon, mint nyomozó őrmester. Ezt követően ugye későbbiek során a Somogy megyei rendőrfőkapitánysághoz kerültem, mint életvédelmi nyomozó, és onnan pedig a Siófoki rendőrkapitánysághoz, mint bűnüldözési alosztályvezető. Mindvégig ismeretlen tettesek által elkövetett bűncselekmények felderítésével foglalkoztam, tehát különböző szakterületeken. Milyen végzettségeket szerzett? A rendőrtiszti akadémiát végeztem el, ezután ugye előléptettek alhadnaggyá, majd későbbiek során levelező tagozaton a rendőrtiszti főiskolát végeztem. Milyen szakterületeken és hol dolgozott élete során? Hát különböző szakterületeken dolgoztam általában, ugye a vagyon elleni bűncselekmények felderítésébe, illetve amikor Somogy megyei főkapitánysághoz kerültem, akkor életvédelmi főnyomozó voltam, tehát az ismeretlen tettesek által elkövetett emberölési ügyek felderítése volt a feladatom. Tudná említeni olyan eredményes felderítést, ami példaértékű volt? Hát eredményesnek nem mondhatom, de egy nagy visszhangot keltett ki, hogy 1983-ban, február 19-én Siófok külterületén egy emberi torzót találtak, aminek hiányzott a feje és mindkész kézfeje. Ugye ez ügyben kezdtünk el nyomozni, megállapítás nyert a helyszínen, hogy a csonkítás az nem a helyszínen történt, hanem más területen. Sajnos ugye egy évi munka után sikerült csak az elkövetőkhöz jutnunk, ami nehezítette a munkánkat, hogy időközben a feltételezett bűncselekmény helyszínét a gyanúsított eladta azt a lakást, aki meg megvette, az meg lebontotta, tehát már gyakorlatilag nyomozati munkát ott nem tudtunk végezni. Végső soron bizonyítani sem sikerült azt egyértelműen, hogy ők az elkövetők, viszont nagyon sok munka volt benne, tehát több éves nyomozati munka eredménye volt az is, hogy ugye nem sikerült felderíteni, illetve bizonyítékokat beszerezni. Géza bácsi több alkalommal is elismerésben részesült. Mik ezek? Igen, tehát egyrészt ugye kaptam a hazaszolgálatáért érdemrendet, közbiztonsági érdemrendet, illetve különböző elismeréseket kaptam. Nyugdíjba vonulása után is aktívan, eredményesen dolgozott. Hol és milyen munkát végzett? Igen, hát miután leszereltem, akkor ugye magánnyomozással foglalkoztam. Elsősorban egy biztosító társaságnak voltam a magánnyomozója, és így is segítettem ezzel a rendőrség munkáját. Ennek elismeréseként ugye a belügyminiszter 2000-ben a rendőrség munkájának segítésért tárgyutalomba részesített. Géza bácsi, úgy tudom, hogy a vagyonvédelmi kamarának volt az alelnöke. Igen, hát 1998-ban alakult meg a Személyi Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara, amelynek alapító tagja voltam, majd később a alelnöke voltam, az egyik alelnöke, egészen addig, amíg meg nem szűnt a megyei kamara mind működni. Természetesen a kamarának feladatai volt a továbbképzése a vagyonőröknek, illetőleg ugye én voltam a vagyonvédelmi kamarán belül is, illetve a belügyminiszter által kijelölt vizsgabizottsági elnök a személyi vagyonőri és magánnyomozói tevékenység során a személy és vagyonőröknek a képzés vizsgáztatására, a közterületfelügyelők vizsgáztatására, a magánnyomozók vizsgáztatásának a vizsgabizottsági elnöke voltam. Említene egy-két kiemelkedő eredményes esetet? Hát mondanám azt is, hogy egy állampolgár ugye bejelentést tett a rendőrségen, hogy ismeretlen elkövető a gépkocsi a szélvédő üvegét betörte, illetve mindkét oldal üvegét, és kérte a biztosító tolkárának megtérítését. A rendőrség a nyomozást lefolytatta, és tettes ismeretlen volt, amiatt az eljárást megszüntette. Majd sikerült bebizonyítanom azt, hogy valótlan volt a
feljelentés, és ugye a bizonyítékok hatására az illető a kárigényét visszavonta, viszont a rendőrség felé pedig jeleztem, és vele szemben hatóság félrevezetése miatt folytattak eljárást. Ugye kisebb ügyekről is van szó, tehát egy idősebb hölgy a szomszéd településekről bejelentést tett a kapitányságra, hogy neki van 15-20 tyúkja, a szomszédnak pedig 2-3 tyúkja van, és ki van írva a kapujára, hogy friss tojás állandó jelleggel kapható, és az a gyanúsítja, hogy őtől ellopja el a tojásokat. Erre úgy döntöttünk, hogy egy csapdát állítunk az illető részére, kértünk a sértettől egy pár darab tojást, és egy ceruzával ráírtuk azt, hogy lopott. Ami azt jelenti, hogy ugye olyan ceruzával írtuk, aminek nyoma nincs, tehát szabad szemmel nem lehet látni, csak infralámpa segítségével, és mondtuk a károsultnak, hogy ezt tegye oda a tojásokat, ahol a tojak, tyúkok szoktak tojni, és amikor figyelje rendszeresen, és ha eltűnik, akkor jelezze. Nem is kellett sokáig várni, másnap reggel már korán bejelentést tett a rendőrségen, hogy eltűntek a tojások. Ekkor kimentünk azzal az ürüggyel, hogy látjuk, hogy ki van írva, hogy friss tojás állandóan kapható, és nekünk gyakorlatban sikerülne kellene friss tojás, hogy megvizsgáljuk. Erre hozva azt mondta, van friss tojás, most szedte össze a tyúkoktól, és ugye a infralámpával lehet csak előhívni a leírt szöveget, és ekkor ugye a kollégám ugye a lámpával megvilágította, és szépen ki lehetett vedni a lopott feliratot. Közöltük vele, hogy ugye tényleg nagyon frissek a tojások, csak az a baj, hogy a maga tyúkjai lopott tojásokat tojnak. Kétségbe volt, hogy lehet, aztán mondjuk győződjön meg róla, és akkor szépen a lámpa világítása mellett előjött a szöveg, és akkor ugye fölfedtük a rendőri mi voltunkat, és mondtuk, hogy nem a tyúkok tojták ezt a tojást, hanem ő lopta el a szomszédtól. Ezt el is ismerte, aztán a szomszédot áthívtuk, hogy kíván-e ezután feljelentést tenni, de miután megegyeztek egymással, így nem kívánt feljelentést tenni, viszont mi közöltük vele, hogy a megjelölt tojásokat meg kell semmisíteni. Erre azt mondta, hogy akkor ne tegyük ezt meg, inkább mivel korán reggel van, és még nem reggeliztünk a tojásokból, csinál egy rántottát. Úgyhogy meg is ettük a rántottát, és utána, amikor eltávoztuk, már láttuk, hogy a szomszédnak a kerítéséről már hiányzik a friss tojás kapható felirat. Úgyhogy azt már időközben eltüntette. Hát ami még kiemelkedő rész volt, ugye nekünk feladatunk az is, hogy rendkívüli haláleseteknek a vizsgálata. Történt ez is a 80-as évek elején, hogy a Színművészeti Egyetem vezetője minden indoklás nélkül a munkahelyéről beült egy taxiba, és lejött a Siófokra, egy szállodába vett ki egy szobát, majd lement a partra, és a molótól nem messze egy 30 cm-es vízbe találták meg a holttestét. Na most ennek az illetőnek nagyon erős diopriás szemüvege volt, ami meg viszont a kövekre volt letéve. A boncolás során megállapítást nyert, hogy már halott volt, amikor a vízbe esett. Na most feltételeztük azt, hogy tulajdonképpen őneki volt egy ilyen arcideg zsába betegsége, és feltételeztük azt, hogy ugye a szemüvegét ugye a kőre letette, és a Balaton vizével akarta az arcát megmosni, és közben infarktus kapott, és így esett vele a vízbe. Természetesen ez feltételezés volt, idegenkezűségre utaló adatok nem merültek fel, viszont ugye nagy mendemondák kerültek, hogy szovjet kém volt, és az oroszok tették el lábbalól. Természetesen ez mind csak szóbeszéd volt, azonban az is igaz, hogy nem sokára a fia öngyilkos lett, ami miatt ugye nem tudta a apja halálát megemészteni, és ezért már a vizsgálat további részét az Országos Rendőrfőkapitányság vett el, és a két ügyet vizsgálta, de nem volt bűncselekményre utaló körülmények. Géza bácsi, gratulálok az eredményes életútjához, a kitüntetésekhez. További életéhez nagyon jó egészséget kívánok önnek és kedves feleségének. Köszönjük szépen!